Köszöntöm Önöket, ez itt a Szubjektív című műsorunk, a mai műsor vendége pedig Novák Katalin, Magyarország család és ifjúságügyekért felelős államtitkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a kedves nézőknek is! Családok éve van Magyarországon, de a külhoni részeken is a családok éve van. A külhoni programok keretében ezt hirdették meg idén. Ez mit jelent, milyen programokról van szó? Magyarországon a családok éve, a 2018-as év, ez arról szól, hogy még több figyelem irányul a családokra, még több támogatásra számíthatnak a magyar családok, és hogy ahogy minden évben általában a családpolitikát helyezzük a középpontba, így ebben az évben ez különösen igaz. És nem állunk meg az országhatároknál sem, hanem elhatároztuk azt, hogy összefogva a nemzetpolitikáért felelős államtitkársággal a magyarországi családok éve kiegészül a külhoni magyar családok évével, tehát az ország határainkon átívelő módon is minden magyar családhoz szólunk. Ahogy minden évben a nemzetpolitikai területnek vannak kiemelt céljai, kiemelt kérdések, amikkel foglalkoznak, így ez a 2018-as évben éppen a családokat jelenti, és ez mint mindig most is pályázatokról is szól, különböző olyan kiírások lesznek, amelyek kifejezetten a külhoni magyar családokat szólítják meg, illetve a külhoni magyar családoknak a gazdálkodását, a külhoni magyar családoknak az érvényesülését fogják támogatni. De én azért mégis kiemelnék egy olyan dolgot, amelyet közösen döntöttünk el, illetve a magyar kormány döntött erről, és a családok évéhez kapcsolódik, és talán az egyik legnagyobb támogatás, amivel újonnan tudjuk segíteni a magyar családokat itt a külhonban, az pedig a Köldökzsinór programunk. A Köldökzsinór program az idén indult, január 1-től a családok évében, és arról szól, hogy kétféle családtámogatást megadunk azoknak a családoknak is, ahol magyar gyermek születik, akkor is, hogyha ők nem a közigazgatási határainkon belül élnek, hanem közigazgatási határainkon kívül. Így tehát, hogyha a külhonban születik egy magyar gyermek, akkor kétféle támogatásra számíthatnak a szülők. Az egyik az az anyasági támogatás, a másik pedig a babakötvény. Tehát most már erre is jogosultak azok a családok, ahol magyar gyermek lát napvilágot. Még mielőtt visszatérnénk a programokra, említette, hogy több újdonság van és több program van idén. Miért most? Tehát miért kifejezetten most lett a családok éve és a külhoni magyar családok éve 2018? 2010 óta, amióta kormányzati pozícióban vagyunk, vagy amióta lehetőségünk van arra, hogy a kormányzatból is irányítsuk az országot, illetve a magyaroknak a sorsát, helyzetét tudjuk befolyásolni. Azóta figyelünk arra, hogy a családok minél több támogatást kapjanak, minél több figyelem irányuljon a családokra. Mondhatom azt is, hogy ahogy bevezettük a családi adókedvezményt, ahogy bevezettük az otthonteremtési programot, a csókot, vagy ahogy kiterjesztettük a családtámogatásoknak számos fajtáját, így haladtunk lépésről lépésre. És aztán, amikor 2017 májusában egy kormányülésen beszámoltunk a demográfiai helyzetről, születtek különböző döntések, hogy hogyan tudnánk még a családtámogatásokat bővíteni, akkor merült fel az a lehetőség, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan év, amely kifejezetten a családokról szól, amelyet kifejezetten a családoknak szentelünk, tehát ez egy 2017 májusi döntés, és ennek köszönhető volt az, hogy mostanra, 2018-ra az eddigi döntéseink, intézkedéseink már beértek, érezzük ezeknek a hatását, és azt látjuk, hogy az anyagi támogatások mellett, amelyek nagyon fontosak, kell az is, hogy valóban beszéljünk úgy a családokról, ami igazán a lényegüket jelenti, az, hogy ez a szeretetről szól, a gyermekvállalás az a boldogságról szól elsősorban, és persze ott vannak mellette az anyagiak, és anyagi támogatásra is szükség van, mégis nagyon fontos az, hogy ezt a családbarát, családközpontú szemléletet erősíteni tudjuk. Az eddigi támogatásoknak egyébként látszódik már a hatása? Nagyon pozitív eredményeket látunk, azt ugye tudjuk, hogy akár Magyarországon belül, akár a határainkon kívül élő magyarság körében azért a demográfiai kihívás az egy nagyon komoly kihívás, az egy nagyon nehéz demográfiai helyzet, amit örököltünk, vagy amit már itt évtizedek óta cipelünk, hiszen fogy a magyarság, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol. Tehát a magyarok azok egyre fogynak, és nem gyarapodnak. Ez tehát egy olyan nehéz helyzet, amivel szemben felvettük a kesztyűt, és igyekszünk ezen változtatni. És úgy tűnik, hogy a tendencia az pozitív. Egyre több házasságot kötnek a fiatalok, egyre több gyermeket vállalnak, több mint 20 éve nem volt ilyen magas a gyermekvállalási kedv, mint most. Ez persze még mindig nem elég magas, de legalább mi lenne az elég magas, és hol tartanak most, hol tartunk most? Ez egy viszonylag egyszerű dolog, hogyha két fiatalnak minimum két gyereke van, akkor már nem fogunk fogyni, hanem akkor már tulajdonképpen megmaradunk annyian, ahányan vagyunk. Ugye jó lenne még egy picit gyarapodni is, tehát mi azt mondtuk, hogyha ezt a mutatót, ami ezt a gyermekvállalási kedvet kifejezi, ez a
termékenységi arányszám, úgy hívják, hogyha ezt föl tudnánk emelni 2,1-re mondjuk, akkor már nagyon jól állnánk. Ez a legmélyebb ponton 2011-ben volt, akkor volt 1,23, és most egy több mint 20%-os emelkedést követően 1,5-nél tartunk, ami még mindig elmarad a 2,1-től, de azért azt látjuk, hogy a tendencia az mindenképpen nagyon pozitív. Ami a külhoni magyarokat érintő programokat érinti, kik azok, akik pályázhatnak, és mire pályázhatnak? A családi gazdaságokat fogjuk például megszólítani, kifejezetten lesz egy olyan pályázatunk, amellyel ők is támogatást kaphatnak, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság fog még kiírni különböző pályázatokat, érdemes ezekről mindig érdeklődni, ahogy volt a korábban a vállalkozóknak szóló pályázatok, most kifejezetten a családokhoz kapcsolódó pályázatok vannak. Itt azért hangsúlyosan kiemelném a bölcsőde és óvodaépítési programot is, hiszen van egy Kárpát-medencei bölcsőde és óvodafejlesztési programunk, amelynek köszönhetően számos új bölcsődei és óvodai férőhely jön létre Kárpát-medence szerte a magyarok számára, illetve különböző rendezvények is vannak, lesz számos olyan program, mondjuk kiemelhetem a ringató programot, amely ugye a pici gyermekeket szólítja meg, illetve az ő szüleiket, amelyeken részt vehetnek majd, vagy amelyeket megismerhetik majd a külhonban élő magyarok is. Mik azok az újdonságok, amik eddig nem voltak mind az anyaországon belül, mind a külhonban? Kezdem akkor azokkal a lehetőségekkel, amelyek az anyaországban vannak. Itt 2018-ban számos támogatás indult el, tehát számos újdonság van. Az egyik ilyen az egy réginek a kibővítése, inkább úgy mondanám, az a családi adókedvezményhez kapcsolódik, hogy megemeltük 5000 forinttal havonta a két gyermekesek családi adókedvezményét, de újdonság az is, hogy a fiataloknak van lehetőség most már 2 évig gyeden maradni, hogyha az egyetemi évek alatt vagy közvetlenül azután vállalnak gyermeket, tehát ez a diplomás vagy hallgatói gyednek a megduplázása. Egy teljesen újszerű dolog az, hogy azoknak, akiknek hitele van a házán, a lakásán, tehát jelzálók hitelük van, ott, hogyha nagy családdá válnak, tehát harmadik gyermeket vállalnak, vagy még további negyedik, ötödik, hatodik gyermek születik a családba, akkor gyermekenként 1 millió forintot elengedünk ebből a hiteltartozásból. De ugyanígy, hogyha diák hitele van egy nőnek, az édesanyának, akkor ott a diák hitelből elengedünk, a felét elengedjük, hogyha második gyermeke születik, a teljes egészét az összegnek, hogyha egy harmadik, vagy már az első gyermekkel való várandóságnál felfüggesztjük a törlesztést. Ezek mondjuk azok a legfontosabb újdonságok, amelyek ehhez az évhez kapcsolódnak. És hát a külhoni magyarokra vonatkozik ez a köldökzsinór program, amit említettem, ami arról szól, hogy egyfelől, hogyha megszületik egy magyar gyermek, akkor kap rögtön a család egy 64.125 forintos támogatást. Ez egy visszanemtérítendő támogatás, amit az édesanyja kap meg, hogyha magyar gyermeke születik. A másik az... Ez vonatkozik elnézést a külhonban és a diaszpórában élő magyar anyákra. Ez mindenhova. Tehát ez bárhol a világon, ha magyar gyermek születik, az nekünk egy kincs. Az ugyanúgy kincs, mint hogyha Magyarországon születne, hiszen mi a teljes magyarságban gondolkodunk, a Kárpát-medenceiben is, és a diaszpóra magyarságban is. Annyi a feltétel, hogy magyar legyen az a gyermek, illetve igényeljék a magyar állampolgárságot, ahol erre nincsen lehetőség, ott egy magyar igazolvány is ehhez elegendő, hogy a támogatást megkaphassák. És hát ott van még a köldökzsinór program másik eleme, ez a babakötvény. Ez szerintem legalább ennyire izgalmas, sőt perspektívájában még inkább, mint az anyasági támogatás, mert ez nem egy egyszeri összeg. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nyitunk a babának egy számlát, és ezen a számlán elhelyezünk egy 43.000-42.500 forintos kezdő összeget. Viszont ezt követően, hogyha megtakarít a család, hogyha oda még további pénzt helyeznek el, akkor ehhez kamattámogatást ad a magyar állam. És ezért, hogyha 18 éves lesz ez a gyermek, addig nem nyúlnak hozzá ehhez a pénzhez. 18 évesen a fiattal 18 évesen megkapja azt az összeget, amit tulajdonképpen a szülei és az anyaország takarított meg, illetve fektetett be az ő jövőjébe. És én azt hiszem, hogy ezzel, hogyha majd 18 évesen ezek a fiatalok így indulnak neki az életnek, és akár milliós nagyságrendű összeg gyűlt össze az ő számlájukon, akkor azt sose fogják elfelejteni, hogy kiktől kapták ezt. Az eddig meghirdetett pályázatokra jelentkeztek már sokan?
Én amennyire tudom, az érdeklődés ezek iránt, a programok iránt igen jelentős, és tudom ezt mondani a Köldök Zsinór program tekintetében is. Én azt a visszajelzést kapom a konzulátusainktól, hogy talán soha ennyire népszerű támogatás nem volt még a határainkon kívül élő magyarok számára. Itt persze a Vajdaságban nagy a verseny, mert azért itt olyan gazdaságfejlesztési programok is indultak el, vagy éppen a fiataloknak az otthonhoz jutását támogató programok, amelyek szintén nagyon népszerűek, de én azt az információt kaptam, illetve a rendelkezésemre álló adatok alapján minden olyan program, amit itt megkérdetünk, igen nagy népszerűségnek örvend. Van egyébként emellett, a pályázatok mellett ugye az egészségügyi intézményeknek a felújítása, a védőnői háló kialakítása. Van még valami, amit kiemelne, ami fontos, ami a határon túl fog kialakulni? Én folyamatosan lépésről lépésre haladunk, én mondhatom akár ezt is. A bölcsődei óvodai programot azt nagyon fontosnak tartom, hiszen az már a legfiatalabb életkorban megszólítja a gyermekeket. A magyarságot úgy tudják megőrizni, hogyha egészen kicsi kortól magyar nyelven járhatnak közösségbe, hogyha magyar bölcsődei gondozók, magyar óvónők vigyáznak rájuk, hogyha a szülők úgy tudnak elmenni dolgozni, hogy akár magyar közösségbe is el tudják helyezni a gyermekeiket. Tehát én ezért a bölcsődei óvodai hálózatot fontosnak tartom. Fontosnak tartom azt, hogy segítsük az egészségügyben dolgozókat, hogy az oktatásban támogatást adjunk. Már kialakult egy kárpát-medencei felsőoktatási tér, ami annyit jelent, hogy egyrészt minden határon túli magyar lakta régióban hozzáférhető a magyar nyelven való versenyképes tudás biztosító felsőoktatás is. Másrészt pedig már egy olyan ösztöndíj is rendelkezésre áll, amelynek köszönhetően a határainkon kívül élő magyarok a másik határainkon kívüli régióba látogathatnak el, illetve nem látogatnak, hanem ott tanulhatnak. Tehát már ilyen ösztöndíj is segíti az ő tanulásokat, boldogulásukat. Pont mától változott a csok is egyébként. Mik a változások, amiket most levezetnek? Valóban éppen a mai nappal vannak újdonságok, illetve egyszerűsödött, olcsóbbá vált, könnyebben hozzáférhetővé vált az otthonteremtési program. Itt azt tapasztaltuk, hogy bár nagyon nagy az érdeklődés, hiszen közel 70 ezer családnak tudtunk már segíteni az otthonteremtésben, ez egy 190 milliárd forintos befektetést jelent, tehát ez egy igen komoly összeg is, és egy igen komoly támogatotti kör. Nyugodtan meg lehet a 70 ezeret szorozni négyel, hiszen átlagosan ez a családoknak a létszáma, tehát ez azért már egy, mondjuk egy magyar megyényi közösséget jelent, akik tudtak a csokból részesülni, vagy ennek a támogatásnak köszönhetően tovább lépni. Tehát egyrészt nagyon népszerű, nagyon sokan vannak, a másik oldalon viszont azt éreztük, hogy bonyolult, hogy nagyon sok az adminisztratív akadály, nagyon sok papírt kell beadni az igényléshez, ezért egyszerűsítettük az igénylésnek a feltételeit, bevezettük a nyilatkozati elvet, alig kell néhány dokumentumot bemutatni, az összes többi körülményről elég nyilatkozni az igénylőknek, de azt is egyszerűsítettük, hogyha valaki például külföldön él, hiszen ezt is tapasztaltuk, hogy olyan fiatalok, akik külföldön vállaltak munkát, és ott nevelik a gyerekeiket, szeretnének hazajönni Magyarországra, de itt is adminisztratív akadályokba ütköztek, számukra is ezt egyszerűbbé tettük. A bankok számára olyan határidőket vezettünk be, amelynek köszönhetően gyorsabb lesz az ügyintézés. Tehát én abban bízom, hogy ezekkel az adminisztratív lépésekkel, a bővítésekkel, még van jó néhány olyan pont, ami segíti a csókhoz való hozzáférést. Nem csak azt érjük el, hogy még többen fogják igényelni, hogy még több embert tudunk ezen keresztül segíteni, hanem azt is, hogy jó szájízzel teszik majd ezt, mert igazán akkor jó egy támogatás, hogyha nincs nagyon sok adminisztratív akadály, hogyha nem olyan bonyolult az ügyintézés, és nem megy el az embernek a kedve az egésztől, hogyha papírokkal kell rohangálnia, vagy hogyha nagyon-nagyon sok idejét kell erre áldozni. És végül pedig kicsivel több mint 3 hét múlva országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Ön mit üzen a vajdasági magyaroknak, miért érdemes részt venniük rajta? Minden választó véleményére kíváncsiak vagyunk, illetve minden szavazatra szüksége van ennek a pártnak is, illetve ennek a pártszövetségnek, a Fidesz-KDNP-nek is ahhoz, hogy tovább tudja folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk. És hogyha bárki megnézi most akár a vajdasági magyarok közül is azt, hogy melyik párt vagy melyik politikai erő milyen perspektívát kínál számukra, akkor azt hiszem, hogy azt határozottan kijelenthetjük, hogy a Fidesz-KDNP az egyetlen, amely valóban felelősen gondolkodik a határainkon kívül élő magyarokkal is, és valóban nemzetként tekintünk a magyarságra. És az elmúlt 8 évnek a lépéseivel, intézkedéseivel
döntéseivel bizonyítottuk be azt, hogy ezt nem csak a szavak szintjén tesszük, hanem a tettekben is. És itt nem azt kell nézni, hogy mennyi pénzt fordítottunk erre a területre, és nem is szabad egy ilyen rossz ízű összehasonlításba belemenni, hogy az határainkon kívüli régiókra és a Magyarországon belüli magyarokra, családokra mennyit fordítottunk. És nem csak az anyagi ráfordítást kell nézni, vagy nem elsősorban azt, hanem nincs olyan döntésünk, ahol ne a magyarság egészére gondolnánk, hogy nincs olyan lehetőség, szinte nincs olyan pályázat, ahol ne egyenrangú félként indulhatnának akár a határainkon belül, akár a határainkon kívül élő magyarok. Tehát számunkra az, hogy mi a határainkon kívül élő magyarokkal együtt, közösen, felelősen gondolkodjuk a közös jövőnkről, ez egy olyan evidencia, ami megkérdőjelezhetetlen. És én abban bízom, hogy mindenki a saját életén tudja azt tapasztalni, hogy milyen változások voltak akár itt a Vajdaságban az elmúlt években, hogy mennyi új lehetőség nyílt meg a számukra. És itt a Vajdaságban talán az is egy fontos szempont, hogy a magyar és a szerb kormány képes egy olyan együttműködésre, olyan jó viszonyban van egymással a két kormány, amely a vajdasági magyarok számára is érzékelhető. Mi ezt a perspektívát tudjuk kínálni a választóknak, és mindenki csak arra tudok biztatni, hogy éljen ezzel a demokratikus jogával, éljen azzal a lehetőséggel, hogy végre a nemzetegyesítésnek köszönhetően lehetősége van arra, hogy ne csak elmondja a véleményét arról, hogy milyen folyamatok vannak Magyarországon, hanem beleszólása is legyen abban, hogy hogyan és merre megy a magyarságnak a szekere. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen az érdeklődést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.